A Szalkai Német Közösségi Házban sorakoznak ezek a harmonikák. A gyűjtemény Papert Gábor helyi muzsikus tulajdona, aki gyerekkorában szeretett bele a sváb zenébe és rajongásig szereti a harmonika hangját is. Papert Gábor tulajdonában több mint egy tucat harmonika van, melyek jelentős része már a kezére készül. Azt mondja, méltánytalanul bántak sok éven át ezzel a hangszerrel, és sok harmonikással közösen neki is az a célja, hogy a hangszer visszakapja azt a helyet, amit megérdemel. A Kodály Zoltán mondta, hogy a nagy zenekari árokban nem szeretne harmonikát látni, mert ugye az nem odavaló, és így kezdődött az ő hányattatott sorsa. És a mi kis hazánkban most már vannak fiatalok, akik visszahozzák ennek a nívóját. Nagyon sokat dolgoznak érte. A legjobb a harmonikázásban, hogy egy dobozból különleges hangsorokat tud kicsalni az ember sokak örömére, mondja a gyűjtő. A harmonika számtalan hangszert helyettesíthet egy zenekarban, és sokféle nép és stílus muzsikájában helye van. Papert Gábor pont úgy, ahogy ő is kapta a muzsika szeretetét a családban, tovább is adta. Én meg úgy beleszerettem a hangjába, hogy elkezdtem én is harmonikázni. Szálkán a sváb zenei kultúra értékeinek megőrzése helyi németség egyik kitűző célja. Az itt működő énekkar és a harmonika szerelmese a gyűjtő Papert Gábor és családja minden tőlük telhetőt megtesz ennek érdekében.